Környezet azért egész másabb a kisgyerekek szemszögéből is, mert itt közel van a játszótér. Jól esik a délelőtti hűsölés az árnyas fák alatt, a Szabolcska utcai 10 emeletes előtt korábban általában a por, eső után pedig a sár volt az úr, a környéken lakó kikapcsolódását pedig mindössze 2 kissé tönkrement pad szolgálta. Pedig az itt élők szívesen jönnek le a parkba, és most már kulturált környezetben tölthetik szabad idejüket. Hálásak is a kis, de annál nagyszerűbb fejlesztésért. Rendezett lett a környezetünk, hogy maga a elrendezése a padoknak, meg a környezet, hogy tisztaságrend, és maga a környezetünk. A kisgyerekes anyukák környezete részéről is könnyebben le tudnak ide jönni, a gyerekekkel játszótérre jönni, a padokon leülni. Tisztaság, rend és uralkodik. Ilyenkor nyáron jól jön egy kis frissítő, amit egy korábban felszerelt ivókút biztosít a Szabolcska utcai 10 emeletes mögötti területen. Az előbb bemutatott mini pihenőpark mellett a folyamatosan bővített játszótér is népszerű. Modern eszközökön játszhatnak a gyerekek, akiket az út felől kerítés is véd. Azért jó itt lenni, mert el szoktam itt intaszkodni, meg el szoktam itt tűtökelni, szépek a kilátás, meg jó a madarak. Meg amúgy itt lakom nem messze, és nagyon ennyi volt, ennyi jó benne. Korábban a játszótér és legutóbb a park kialakítását is a körzet önkormányzati képviselője támogatta. Radnóti Ákos szerint ugyanis fontos, hogy ne csak nagyobb fejlesztések valósuljanak meg, de a lakók igényei szerint kisebb újítások is történjenek Adivárosban.